Köszöntöm nézőinket, önök az Aktuálist látják. Nemrégiben egy Lukász 2-t, vagyis egy mechanikus mellkasi kompressziós rendszert szerzett be az Országos Mentőszolgálat, ami a Békéscsabai mentőállomásra került. Az újraélesztésben azt mondják a szakemberek, hogy ennek óriási szerepe lesz majd a jövőben. Most ezzel kapcsolatban megnézzünk egy bejátszást. Könnyedén összeszerelhető a nyomást végző Lukász 2, mindössze két elemből áll. Abban alá csúsztatjuk a betegnek, hát alá folyik tovább a mellkas kompresszió, ráillesztjük a szerkezetet és a gépet, talpra bekapcsoljuk. Miután felkerült a betegre a készülék, átveszi az addig kompressziót végző személy szerepét, biztosítva a jó minőségű, egyenletes nyomást. Az Országos Mentőszolgálat Mentőalapítvány és a Békés megyei lakosság hónapokon keresztül gyűjtött az új eszközre, melynek értéke meghaladja a 4 millió forintot. Egyrésztről nyilván egy újraélesztés kapcsán hatékonyá teszi a mellkas kompressziókat, tehát egy ember tevékenységét gyakorlatilag kiegészíti, illetve helyettesíti. A másik dolog, amiről nem szabad megfeledkezni, az a folyamatos mellkas kompresszió mondjuk szállítás közben, hiszen vannak olyan betegcsoportok és betegek, akiknél a helyszíni újraélesztés el tud húzódni, és szükség van arra, hogy az újraélesztést menet közben, szállítás közben végezzük. Ebbe a mentőorvosi autóba kerül a Lukász 2. Békés megyében átlagosan évente 300-350 olyan eset van, amikor a mentőegységek a helyszínen meg tudják kezdeni az újraélesztést, ebben a munkában kiemelt szerepet kap az újonnan beszerzett eszköz. Az autót általában párhuzamosan riasztják egy másik mentőegységgel, az ellátást és a beteg ellátást azt a mentőtiszt és a mentőorvosi kocsinak a személyzete végzi, és hogyha nincs szükség mentőorvosi vagy mentőtiszti kíséretre, akkor a beteg mozgatást és a beteg szállítást azt a párhuzamosan riasztott mentőgépkocsi végzi, és a mentőtiszti kocsi pedig erről a helyszínről továbbítható más betegellátáshoz. A megyében a Békéscsabai állomáson kívül a szeghalmi és a szarvasi esetkocsin található ilyen gép. Vendégünk a stúdióban Kárász László vezető mentőtiszt, üdvözöllek. Jó napot kívánok. Szia. No, ahogy beszélgettünk itt előtte egy kicsit, ugye mondtad, hogy az Országos Mentőszolgálat azért folyamatosan figyel arra, és próbál ilyen felhívásokat közzétenni, hogy mondjuk egy ilyen rendszer, egy ilyen mechanikus berendezés beszerzése megvalósuljon. Most ez mikor indult el, mikor kezdődött el, és kiket vártatok, vagy kik segíthettek mondjuk úgy nektek? Így van. Pontosításképpen az Országos Mentőszolgálat Mentőalapítvány volt az, aki folyamatosan minden évben a lakosságot, a civil lakosságot, vállalkozókat megkeresi, hogy az Országos Mentőszolgálat részére eszközadományokat kérjen, illetve pénzadományokat, amelyből gyakorlatilag nagyértékű mentéstechnikai eszközöket vásárol azokra a területekre, ahonnan a civil lakosság, illetőleg a vállalkozók ezt az adományokat összegyűjtötték. Jelenleg is ez történt, és ennek az évnek a végére, 2016 novemberére sikerült egy több mint 4 millió forintos eszközt vásárolni a Békéscsabai mentőállomás részére, ami egy Lukász 2 típusú mechanikus mellkas kompressziós eszköz, ami az újraélesztés hatékonyságát növelni. És miért pont a Békéscsabai mentőállomás? Gondolom, hogy hatalmas szükség volt erre a berendezésre, de ez hogyan szokott működni, vagy hogyan szokott működni esetleg a régiók, a megyék vagy a városok kiválasztása? Nyilván elsősorban a mentőalapítvány azt nézte, hogy melyik térségből gyűlt össze a nagyobb adomány, és kiválasztják azokat a településeket, konkrétan a Békéscsabai mentőállomást, ahol mondjuk nagyobb esetszám van, ahol ilyen eszköz még nem áll rendelkezésre, hiszen ezeknek a beszerzése nagyon komoly anyagi terhet róna a rendszerre, az Országos Mentőszolgálatra, és ezzel kívánják támogatni gyakorlatilag a mentés biztonságát. Tehát megnézték azt, hogy a Békés megyéből, illetve Békéscsabáról hányan adakoztak az Országos Mentőszolgálat mentőalapítvány részére, és akkor ezt fordították vissza a Békéscsabai mentőállomás eszközparkjának a fejlesztésére. Egyébként, hogyha megnézzük a Békéscsabai mentőállomást, illetve az itteni eszközparkot, ti mit láttok? Mi kell még, vagy mi az, amire nagyon nagy szükség lenne? Utána természetesen rátérünk majd a Lukász 2-re. Úgy gondolom, hogy a mi eszközparkunk és a Békéscsabai mentőállomás eszközparkja is nagyon magas szintű. Jelenleg az esetrohamkocsink az egy kiválóan felszerelt eszközrendszerrel bíró esetkocsi. Tehát jelenleg a
legjobb minőségű EKG defibrillátorokkal, perfúzorokkal, lélegeztetőgéppel van ellátva, és tulajdonképpen már csak ez a mechanikus mellkas kompressziós eszköz volt az, ami hiányzott a rendszerünkből, és ezzel gyakorlatilag már egy komplett rendszerrel állunk rendelkezésre a lakosság számára. Tehát így a sürgősségi betegellátás akkor még komolyabb, vagy még nagyobb eredményeket érhet el, gondolom. Még nagyobb eredményekkel, így van, hiszen ez az eszköz, bár ez nem egy törvény szerint nem jogszabályi feltétel egy esetkocsinak, de mindenképpen fontos tudni azt, hogy egy újraélesztés hatékonyságát azért javítja. Mi ez egyébként, Lukász? Kettő mellkasi kompressziós mechanikus berendezés, hogyha jól mondom egyébként. Így van. Ezt hogyan kell elképzelnünk, és ti az adott helyzetben, az adott esetben ezt hogyan használjátok majd? Miért óriási segítség ez, mint ahogyan hallottuk többször is? Hát a legfontosabb szabály talán az, hogy a legújabb európai ajánlás is foglalkozik vele, hogy a sikeres újraélesztésnek két nagyon-nagyon fontos aspektusa van. Az egyik a minőségi mellkas kompresszió, a másik pedig a korai defibrillálás. Ez a kettő dolog, ami egészen biztos, hogy használ egy hirtelen szívhalálnál. Ez a mechanikus mellkas kompressziós eszköz, ez az újraélesztéseknél jelent majd nekünk óriási nagy segítséget. Egyrészt a folyamatos, jó minőségű, hatékony mellkas kompressziót ez az eszköz fogja végezni, tehát az emberi, a manuális erő helyett ez az eszköz ezt folyamatosan tudja majd biztosítani a szükséges mértékű mellkas kompressziót. Egy-egy újraélesztésnél mi elkezdjük a manuális, tehát a kézi mellkas kompressziókat, majd amikor az eszközt üzemképessé tesszük, ez néhány másodperc, gyakorlatilag már ez az eszköz kivált egy embert, tehát az újraélesztésben plusz egy segítő kéz az, amelyik felszabadul, és ezáltal sokkal gördülékenyebb és hatékonyabb is az ellátás. A másik dolog pedig az, amikor nagyon ritkán, de előfordulhat, hogy szállítás közben kell a beteget újraéleszteni, folyamatosan újraéleszteni. Ilyen lehet például egy kihűlt betegnek az újraélesztése, ahol is a halál megállapítása az csak a 36 Celsius fokos maghőmérséklet elérése után valósulhat meg, addig viszont a folyamatos mellkas kompressziókat végezni kell. Ez akár lehet másfél-két órán keresztül történő mellkas kompresszió is, ami nyilván óriási nagy energiát jelentene, ha ezt mondjuk fizikálisan kellene elvégeznünk. Ez az eszköz természetesen ezt is tudja pótolni. A másik pedig ugye a hirtelen szívhalál hátterében lévő akut koronária elzáródás esetén, amikor nagyon jó mechanikus keringést fent tudunk tartani ezzel az eszközzel, a keringést viszont nem tudjuk helyreállítani, mert a koszorúér elzáródott. Erre viszont van lehetőség, hogy nagyon rövid időn belül, a megyén belül el tudjunk érni egy úgynevezett koronária intervenciós centrumot, ami jelenleg Gyulán van, és akár egy folyamatos újraélesztés mellett a beteget el tudjuk szállítani egy ilyen koronária intervenciós centrumba, ahol meg tudják nyitni az elzáródott koronáriát, és azáltal gyakorlatilag a keringést helyre lehet állítani. Ennek viszont az a feltétel, hogy a folyamatos mellkas kompressziók addig is történjenek. Tehát ez a két eset, amikor a folyamatos mellkas kompresszió szállítás közben megvalósulhat, és ezáltal tudjuk biztosítani azt, hogy jó minőségű, folyamatos, hatékony mellkas kompresszióban részesítsük a beteget. És egyébként még itt felmerül a kérdés, és talán egy érdekesség, hogy ez ezelőtt, vagy eddig hogy történt? Eddig is történtek ilyenek, csak nem ezzel az eszközzel, hanem gyakorlatilag manuálisan, és természetesen az is hatékony volt, de nem szabad elfelejteni, hogy szállítás közben, tehát menet közben azért ez mind a beteg, mind az ellátó részéről azért bizonytalanságot jelentett, hiszen egy száguldó, vagy legalábbis haladó, megkülönböztetett jelzést használó mentőautóba végezni a mellkas kompressziókat, azért az mindenképpen kihívás az ellátó részéről is. Tehát eddig is történtek, csak nyilván ez az eszköz ez hatékonyabbá teszi majd ezt a beavatkozást. És sokkal biztonságosabb lesz. Természetesen. Természetesen majd a jövőben. Egyébként, hogyha megnézzük a statisztikákat, vagy itteni adatokat, Békés Csabai, Békés megyei adatokat, ti hogy látjátok, ténylegesen mekkora szükség van erre? Tehát hány esetben kell ugye magát az újraélesztést, ezt a mellkasi kompressziót alkalmazni, amikor riasztanak titeket a kollégákat? Tudni kell, hogy az újraélesztésnek nyilván alapvető része a mellkas kompresszió, tehát minden újraélesztésnél történik. Gyakorlatilag statisztikailag kimutatott, hogy ha időben történik mellkas kompresszió, és itt nem csak a mentőszolgálatról beszélek, hanem a laikus ellátóról is, hiszen a laikusok kezdik meg először az újraélesztést, tehát ha már időben történik egy jó minőségi mellkas kompresszió, amit átvesz a mentőszolgálat, és mi is folytatjuk természetesen, és emellett természetesen megtörténnek a szükséges beavatkozások is, akkor szignifikánsan javítható lenne a hirtelen szívhalálban elhunytak esetén a sikeresség.
Ez most jelenleg sajnos ilyen 5-10% körül mozog, tehát a sikeres újraélesztések száma, de ez javítható. És tényleg itt a kulcskérdés az az, hogy minél hamarabb kezdjenek meg mellkast komprimálni a laikusok, és ugye a mentőszolgált pedig minél hamarabb át tudja venni. Ha nincsen ilyen eszköz, mert nem minden eset kocsi rendelkezik természetesen, akkor sincs gond, hiszen a 3 fős mentőegység vagy a 2 fős mentőegység 2 perces váltásokban a mechanikus, illetve a mellkas kompressziókat tudják végezni. Nyilván a Lukász 2 vagy a mechanikus mellkas komprimáló eszköz, ez segítséget jelent az ellátók részére. Egyébként ti arra is odafigyeltek, hogyha jól tudom, és többször találkoztam a kollégátokkal egy-egy rendezvényenként, hogy már a fiataloknak, mondjuk ugye a legkisebb generációnak átadjátok ezt a fajta tudást, hogy hogyan is kell végezni az újraélesztést, hogy mit is kell csinálni. Szerintem erre is oda kell, hogy figyeljetek, nem, hogy minél többen megtudják ezt. Ez nagyon fontos, így van. Tehát az újraélesztés oktatása az már gyakorlatilag iskoláskortól el kell, hogy kezdődjön. Folyamatosan kellene az első segélynyújtás ismereteket átadni, és az újraélesztést, mihelyest már egy gyermek le tudja nyomni a mellkast, onnantól kezdve lehet tanítani. Erre vannak is igények, hiszen általános iskolák részéről nyílt napok alkalmával, egészségügyi hetek alkalmával nagyon sok felkérést kapunk, ahol meg kell tanítanunk 6., 7., 8. osztályos, de még kisebbeket is újraéleszteni. Nagyon fogékonyak a gyermekek, nagyon fontos nyilván egy ilyen egy oktatásnál, hogy gyermeki szemmel kell elsősorban megközelíteni, és inkább játékos formában, de nem félretéve az ügy komolyságát, és nagyon hatékonyak ezek az oktatások, hiszen ezek a gyerekek, akik már ilyen korban megtanulnak újraéleszteni, vagy legalábbis megismerkednek vele, a későbbiekben felnőtt korban sem fognak ódkodni attól, hogy oda menjenek egy földönfekvő emberhez, a légzést, keringést vizsgáljanak, majd ezt követően megkezdjék a szükséges ellátást a mentők megérkezéséig. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, köszönjük és további szépen. Jó munkát kívánok. Köszönjük nektek. Szépen. A Lukász 2-ről egy új berendezésről beszéltünk, ami a sürgősségi betegellátást még biztonságosabbá teszi majd a jövőben. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!